Ezzel a játékos bemelegítéssel és tánccal kezdődött a Munkásművelődési Központ gyerekeknek tartott táncháza. Az eseményen a résztvevők ezúttal is jól érezték magukat, volt közöttük olyan is, aki rendszeresen visszajáró vendége a rendezvénynek. Sokan voltunk, és jól éreztem ugye magam, és még azt tetszett a legjobban, amikor a barátnőm megforgatott így. Mert ezt már nagyon sokszor gyakoroltam, meg az ilyen kis vicces, meg az ilyen gyerekeknek való. Ez alkalomból a gyerekek a rábaközi táncokkal ismerkedhettek meg, egészen pontosan annak alapozó lépéseivel. Ezekben a könnyen elsajátítható táncmozdulatokban egyaránt örömüket lelhették a legkisebb korosztály képviselői és az általános iskolás gyerekek is. Abszolút nem probléma, hiszen ahogy láttátok, nagyon kompatibilisek vagyunk egészen a piciktől, akik ugye együtt táncoltak, egészen a nagyokig. Hát a nagyok tudnak segíteni, ugye a picik pedig annyira nyitottak, hogy könnyen működik ez így együtt. A rábaközi táncokat Suplic Mihály ismertette meg a rendezvényre látogatókkal, a művészeti vezető munkáját pedig a Baracsi Néptánc Együttes gyakorlott táncosai segítették. A mostani táncházon mintegy 40 gyermek vett részt.